szteroid test átalakulás. Mennyit is számít a cox? A mostani videóban egy srácnak az egyéves szteroid átalakulását fogjátok látni. A régi intrómmal jövök. Maradjatok a... Üdvözlök mindenkit, Tari Áron vagyok, és a mai alkalommal érdekes témát hoztam. Egy szteroid test átalakulásos videót fogtok látni egy srácról, aki hát 20 évesen kezdte el, és 21 éves korára úgy kigyúrta magát, mint a bicsa. Úgyhogy vágjunk is neki. Na most, ezt a palit Boston Lloydnak hívják, és hát rengetegen beszéltek már erről a srácról. A képen őt lehet látni 20 évesen, amit látjátok, a fizikumban egyáltalán nem impresszív, nyilván lehet látni, hogy gyúr, széles a válla, a háta, elég vastag a pali. Lefektette az alapokat, van rajta elég tömeg, viszont sok zsír is. Na most, ezt nézzétek! Azt a kurva! Kiszedte magát, mint a picsa. Ez kevesebb, mint egy év alatt. Úgy néz ki, mint Captain America, amikor kijött abból a test átalakító gépből. Ő durván 10 évnyi izomtömeget nőtt egy év alatt, és mondom, 20 éves volt a pali, és ezen a képen már, vagy ezen a videón már 21 éves. Mint tudjátok, én naturál testépítő vagyok, viszont ezzel a videóval kapcsolatban kettő kérdésem lenne. Az első, hogy néznék vajon én ki, hogyha ezt a mennyiségű cuccot beszedném, amit ő? Lehet, hogy én lennék az új Mr. Olympia, vagy nem tudom, IFBB Pro ligának valamelyik versenyzője? Második kérdés. Vajon milyen egészségügyi gondjai lehetnek ennek a palinak, vagy hogyha még nincsenek, milyen egészségügyi problémái lesznek ennek a srácnak, pár éven belül? Írjátok le a komment szekcióban mind a kettő kérdésre, hogy mit gondoltok, tehát válaszoljátok mind a kettő kérdést, és majd reagálok rá. Na, menjünk tovább. Na most, a pali be is vajon, hogy cuccol, sőt, még fél órás videója is van, mit szed, ha más miatt nem is, emiatt becsülendő, hogy őszinte. Rengeteg kommunatúrál van, főleg a Muscle Mania szövetségnél, de inkább nem mondanék neveket. Én azt gondolom, a srácnak nem kellett volna ennyire széttolnia magát egy év alatt, főleg, hogy Bustin csak 21 éves ebben a videóban, és hát elég hamar kezdte. A véleményem erről az, hogy szerintem maradjatok naturálok, egy szép, egészséges testet összehozni, cucc nélkül is össze lehet. Nem kell ahhoz semmiféle illegális cucc, hogy te kigyúrd magad, vagy hogy te egészséges, szép fizikumot érjél el. A segítséggel személyre szabott étrendbe és edzésterbe nyugodtan dobjatok egy üzenetet Facebookon, vagy Instagramon, vagy e-mailben, és leírom az online programomnak a menetét és az árát is. Köszönöm szépen a figyelmet még egyszer, hogyha tetszett a videó, nagyon szépen kérek mindenkit, hogy osszátok meg, írjátok le kommentbe, hogy mit gondoltok, mint ahogy már remítettem, arra kettő kérdésem, hogy válaszoljatok, és a harmadik, hogy nyomjatok rá egy lájkot, légy szíves. Köszönöm szépen a figyelmet még egyszer, Tari Ádám voltam, peace!